Eskütétel, letették esküjüket a bírósági ülnökök, akik előkészítő tanfolyam elvégzése után kezdhetik meg munkájukat. Hiteligénylés, már csak május 15-éig igényelhetnek diákhitelt a főiskolai hallgatók a tavaszi szemeszterre. 7 méteres győzelem, 22-22-es döntetlent követően 7 méteresekkel legyőzte a Dunaújvárosi Koász Kézilabda Akadémia együttesét az Érd. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Évet értékelt Galambos Dénes, Fejér megye 4-es számú választókerületének képviselője sajtótájékoztatón értékelte az országgyűlési választások óta eltelt esztendőt. A Dunaújvárossal kapcsolatos fejlesztések közül kiemelte a Szent Pantaleon kórház helyzetét. Hangsúlyozta, nagyon fontos az, hogy az intézmény megőrizze a vezető szerepét a térségben. Továbbá a megyei közgyűlés elfogadta a terület és településfejlesztési operatív programot, amelynek köszönhetően Dunaújváros csaknem 7,5 milliárd forintnyi uniós támogatást kap. Az országgyűlési képviselő kitért a devizahiteleseket érintő fejleményekre is. A 740 milliárd forintot kapnak vissza a devizahitelesek, ebből 180 milliárdot készpénzben vagy átutalással, 563 milliárdot pedig a tartozásokra történő elszámolással. És ahogy a postázás mennyiségét jelezzem, 2,1 millió levél került postázásra az elmúlt hónapban, és jutott ki a hónap elején. Letették esküjüket a bírósági ülnökök. A Dunaújvárosi Járásbíróságon csaknem 30 fő fogja ezt a feladatot ellátni. Az eseményen városunk polgármestere Csernak Gábor adta át az emléklapokat. Fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Ezekkel a szavakkal kezdték ünnepélyes esküjüket a Dunaújvárosi Járásbíróságra megválasztott ülnökök. A tisztségüket 4 éves ciklusra vállalták, amelynek előfeltétele a magyar állampolgárság és a fedhetetlen előélet. Utóbbi alátámasztásához erkölcsi bizonyítvány szükséges. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint a civil szervezeteknek és a lakosság tagjainak lehetnek jelöltjei. A fiatalkorúak büntetőperében fogok én részt venni, mivel ez egy előírás, hogy az egyik ülnöknek pedagógusnak kell lenni a büntető tanácsban. Sima népi ülnök leszek, sima, tehát sima büntető perekben. A máma tájékozottam, hogy 8 éven felüli börtönbüntetéseknél lesz ülnök, és ott kell az igazságot szolgáltatni, abban részt venni. Szilágyi Mária Magdolna. Az esküt követően Cserna Gábor városunk polgármestere adta át a megválasztottak emléklapjait. Az ülnökök gyakorlatilag a bírósági rendszer nem hivatásos bíráiként tevékenykednek, 3 tagú tanácsban járnak el a hivatásos bíró mellett. Jellemzően munkaügyekben, ott minden esetben a bíróság ülnökökkel jár el, tehát 3 tagú tanácsban tárgyal, ezen kívül pedig a járásbíróságokon elsőfokú büntetőügyekben vannak olyan ügyek, ahol társasbíráskodást ír elő a jogszabály, illetőleg a törvényszéken az elsőfokú büntetőügyekben szintén. Az ülnökök felkészítését egy előkészítő tanfolyamon végzik, ahol többek között az aktuális jogszabályokkal, a bírói és ülnöki etikai kódexel kell megismerkedniük a megválasztottaknak. Az ülnök választásra megyejogú városoknak van lehetőségük, megyénkben csaknem 180 fő. Ebből a helyi járásbíróságon körülbelül 30 fő fogja a következő 4 évben ezt a feladatot ellátni. Állampolgársági eskütétel. Dunaújvárosban ebben a hónapban 3-an kapták meg a magyar állampolgárságot. A honosítási okiratot ünnepélyes keretben városunk polgármestere adta át. A honosítási okiratot adja át Cserna Gábor polgármester ennek a külföldi állampolgárnak. Ebben a hónapban 3-an váltak magyar állampolgárra. Az egyikük az orosz származású Vik Tatjana. Mint mondta, 1993-ban költözött Dunaújvárosba, és nagyon boldog, hogy végre átvehette az okiratot. Remek kezük átvettem, nagyon izgultam, de nagyon boldog vagyok. Simon Istvánné Ildikó Erdélyből érkezett, és 2001 óta él Magyarországon. Honosítási kérelmét 2014-ben adta be. Itt van a családom, gyerekeim, férjem, és ezért, és magyarnak vallom magam, hát csak magyar vagyok.
A honosítási eljárásnak két fajtája van. Dunaújvárosban leginkább az egyszerűsített honosítási eljárást kérelmezik. Állampolgárságot két úton lehet megszerezni. Van egy úgynevezett hagyományos honosítási eljárás, és van egy egyszerűsített honosítási eljárás. Egyszerűsített honosítással az az állampolgár juthat a magyar állampolgársághoz, aki bizonyítani tudja a magyar felmenőit. A hagyományos honosítással pedig hát a jogszabály által megadott feltételeknek kell megfelelni, hogy magyar állampolgár lehessen valaki. A legközelebbi honosítási ceremónia júniusban lesz a Városháza C-szárnyának dísztermében. Közeledik a határidő. Már csak május 15-ig igényelhetnek diákhitelt a főiskolai hallgatók a tavaszi szemeszterre. Az időben beérkezett kérvények alapján a tanulók június 15-én megkaphatják a kívánt összegeket. A május 15-e után befutott igényeket azonban legkorábban októberben teljesítik. Ez az időpont országosan mintegy 10 000 diákot érint. Bele kell számolni, bele kell kalkulálni a kollégiumi díjat, vagy hogyha valaki albérletben van, ugyebár akkor azt. Ugyebár étkezés, tisztálkodás, tehát minden apró részletre figyelni kell. Átlagos havi kiadásait sorolja Szántó Éva, a Dunaújvárosi Főiskola hallgatója. Mint mondta, a kollégium az étkezés és az egyéb költségek fedezésére körülbelül 40 000 forintra van szüksége havonta, amelyet diákhitel felvételével tud biztosítani. Nappali tagozaton folyamatosan vannak órák, így a diákmunkát nem tudom mindig elvállalni. És a diákhitel az úgymond egy ilyen biztos pont, egy támasz arra az eshetőségre, hogyha mondjuk nincs keresetem az adott hónapban. Szerintem nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy egy ilyen 40-50 000 tényleg szükséges ahhoz. A fiatal hallgató úgy véli, ha a diákhitel nem lenne, sokkal nehezebben boldogulna anyagilag a tanulmányai során, ezért mindig nagyon odafigyel az igénylési határidőkre. Ő természetesen már leadta a következő hónapra vonatkozó kérelmet, akik azonban még nem tették meg, már csak május 15-éig van lehetőségük rá. Az időben beérkezett kérvények alapján a tanulók már június 15-én megkaphatják a kívánt összegeket. A május 15-e után befutott igényeket azonban legkorábban októberben teljesít. Ezek a feltételek a Diákhitel 1 és a Diákhitel 2 elnevezésű kölcsönökre egyaránt vonatkoznak. Nagyon kényelmes a mindkét diákhitel igénylése. A legegyszerűbb módja az a felsőoktatási intézmények tanulmányi rendszerein keresztül történhet. Ezek az RTR Neptun rendszerek, ahol egy diákhitel fülre kattintva automatikusan betöltődnek az igénylő adatai, és a hallgatónak már csak azt kell bejelölnie, hogy milyen típusú diákhitelt és milyen összegben szeretne kérni. Hogyha az adatok kitöltésre kerültek, ezt utána a helyben található tanulmányosztályokon vagy hiteligénylési pontokon tud aláírásával hitelesíteni az ügyfél. A másik módja, hogyha valaki nem az egyetemen belül intézni az igénylést, akkor ezt akár otthonról is megteheti, bárhol, ahol számítógép közelében van, hiszen a diákhiteldirekt.hu oldalon közvetlenül elérhetőek a formanyomtatványok. Itt a kitöltést követően ki kell nyomtatni az adatlapot, és egy diákhitelközponttal, partner pénzintézetben, takarékszövetkezetben vagy postán kell leadni azokat, szintén személyazonosítás történik, illetve alá kell írni a szerződést, ami ezt követően eljut a diákhitelközpontba. A szabad felhasználású diákhitel már 2001 óta áll a hallgatók rendelkezésére, havi szinten igényelhető, átlagos kamata 5-6%, a választható összegek pedig 15 000-től 50 000 forintig terjednek. A diákhitelközpont felmérései alapján a legtöbb diák 40 vagy 50 000 forintot kér havonta. 3 éve azonban már a Diákhitel 2 nevezetű kölcsön is segítséget nyújt, ezt viszont kizárólag az önköltséges tanulók vehetik igénybe, és csakis a fél év diának kifizetésére használhatják fel. Ebben az esetben fix 2%-os kamatra számíthatnak az igénylők. A diákhitel egyébként alanyi jogon mindenkinek jár, aki felvételt nyert valamilyen felsőoktatási intézménybe. A kölcsönt jelenleg mintegy 10 000 diák kérvényezte országszerte. Célegyenesben a diákok már csak az utolsó simításokat végzik az Ádámok és Évák ünnepe című kezdeményezés idei produkcióján a Fejér megyei középiskolások. A mozgalomhoz városunk még 3 évvel ezelőtt csatlakozott. Az idei feladat a Holdbéli csónakos című
20 színből álló műfeldolgozása volt. A kész darabot május 15-én 18 órától tekinthetik meg az érdeklődők a Bartók Kamara Színház nagy termében. A rájuk osztott jelenetet próbálják a Rudas iskola tanulói. A 11. A osztály is csatlakozott ugyanis az Ádámok és Évák ünnepe című kezdeményezéshez, amelyet már harmadik alkalommal rendeznek meg városunkban. A bibliai történeteket újra gondoló mozgalom témáját idén Vörös Sándor, a Holdbéli csónakos című 10 színből álló műve adta. A feldolgozandó témákat sorsolás útján kapták meg a Fejér megyei csapatok. Ezek a diákok a Kromlech szelleme és a Minotaurus labirintusa című jeleneteket adják. Majd elő. Én Vitéz Lászlót alakítom ebbe a darabba. Hát igazából először nem nagyon akartam elvállalni, aztán beszéltem a Lilivel, meg a Daniékkal, pont hiányoztam aznap a suliból, és elvállaltották velem a szerepet. Aztán igazából tök megtetszett. Hát mi egy ilyen nagyon lázadó, ilyen nagyon hányavetítre hány osztály vagyunk, ilyen bum bele mindenbe, akkor is, hogyha nem szabad. Úgyhogy talán azért is vállaltuk el azt, hogy itt is tudjunk valami olyat csinálni, ami kicsit talán megborzolja az emberek idegeit. És hát remélem sikerülni fog. Tehát, hogy mindig folyamatos legyen. Tehát ne várd meg, amíg kimegy valaki, hogy beléphess. A középiskolás csapatok munkáját a helyi társulat színészei segítették. A rudasos grafikusokat például Polgár Lilla mentorálta. Nagyon örülök, hogy ismét most már harmadik alkalommal vehetek részt mentorként ezen a programon, és külön öröm, hogy most új csapatot kaptam, és még ők soha nem dolgoztak ilyen, tehát még nem vettek részt ilyen eseményen, és külön öröm, hogy művészeti osztály, tehát grafikus osztály, nagyon kreatívak, szóval öröm volt velük dolgozni, hogy alig kellett hozzászólni szinte, mert azonnal hozták az ötleteket, és nagyon lelkesek. Az a végszó, hogy ügyes és bátor legyél, bárlak. Az Ádámok és Évák ünnepe című kezdeményezést még a Szigligeti Színház indította azzal a céllal, hogy közelebb hozza a diákokhoz a vallási és bibliai történetek világát. A mozgalom azóta már országos szintűvé vált, városunkban is töretlen sikernek örvend immár harmadik éve. Az esemény főszervezője szerint a különleges feladatot a Fejér megyei diákok is nagyon élvezik, hiszen szabadon választhatják meg előadásuk stílusát. Hozzátette, az egyes részletek színpadra állítása nagy munkát igényel a fiataloktól, a felkészülés és már hónapok óta folyik, az utolsó pár napot pedig a színpadi próbákra áldozzák. Én azt látom, hogy nagyon szépen fegyelmezetten csinálják a dolgukat, ilyen megilletődöttséget, félelmet nem látok rajtuk. Néhány csapat, főleg azok, akik dunaújvárosiak, ők azért bebejártak a színházba, és egyszer-egyszer megengedték nekik, hogy egy kicsit próbáljanak a színpadon. Úgyhogy hát a Puszta Szabolcsi, meg Tolnai csapatnak egy kicsit nehezebb lesz, de hát majd igyekszünk segíteni nekik. Tehát, ahogy mögöttem is látszik, a színpadon folyamatosan folynak a próbák, egyelőre még jelmezek és kellékek nélkül. Az elkészült végleges darabot pedig május 15-én 18 órakor mutatják majd be, itt a Bartók Kamara Színház nagy termében. A DSTV híradóját Per Kitti tudósította. Gyerekek két keréken, gyalogos és kerékpáros közlekedésbiztonságtechnikai napot szerveztek a Békeváros részi nagyparkolóban. A rendőrség által szervezett esemény célja a fiatalok biztonságos közlekedése. Tesztköröket mennek a gyerekek ezen a pályán. A Békeváros részi nagyparkolóban szervezett rendezvényen elsősorban a fiatalabb korosztálynak mutatták meg, hogyan is kell helyesen közlekedni. A rendőrök a biztonságos közlekedés szabályaira tesztlapok és kerékpáros ügyességi pálya segítségével hívták fel a figyelmet. Először kicsit nehéz volt, de utána már belejöttem. Nagyon tetszett, kicsit bezavart, hogy nem lehetett, amikor hátrafelé tekerünk fékezni, de megtaláltam a kéziféket, és nagyon tetszett. A kerékpárokat egy helyi alapítvány és a Fejér megyei Balesetmegelőzési Bizottság biztosította erre az alkalomra. A program népszerű volt a gyermekek körében, hiszen több iskola diákjai is ellátogattak az eseményre, és játszva tanulhatták meg a közlekedésre vonatkozó szabályokat.
Ma a gyalogosok és a kerékpárosokra helyezzük a hangsúlyt, jelen esetben a gyerekekre, hiszen ők azok a célcsoport, akik a legveszélyeztetettebbek e tekintetben. Ők még nem annyira ismerik a szabályokat, és még nem is annyira rutinosan kezelik a járműveiket. Erre próbáljuk meg őket felkészíteni, hogy ez minél inkább, minél jobban menjen nekik. Németh Miklós elmondta, fontos, hogy az iskolák is nyitottak legyenek az ilyen rendezvényekre, hiszen a gyermekek biztonságos közlekedése a cél. Most a kerékpárosokra és a gyalogosokra fókuszáltak. A következő közlekedéssel kapcsolatos rendezvény pénteken lesz. Akkor a vezetéstechnikai napon bizonyíthatják tudásukat a járművezetők. Az Ért szerezte meg a bronzérmet a női kézilabda bajnokságban, miután 22-22-es döntetlent követően 7 méteresekkel legyőzték a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttesét. Szabó Edina tanítványai a tavalyi szezont követően idén is a harmadik helyen végeztek. Az Ér csapata látogatott a Dunaújvárosi sportcsarnokba a bronzcsata második mérkőzésén. A két győzelemig tartó párharc első felvonását a Pest megyeiek nyerték. Az első gólra csak nem 3 percet kellett várni. A sok szabálytalansággal tarkított első félidőben főként a védekezés dominált, mindkét csapat sok támadásbeli hibát vétett. Az adok-kapokból a vendégek jöttek ki jobban, akik 13-10-re vezettek az első félidőt követően. Ötnullás rohammal nyitotta a második játékrészt a Kohász, amivel átvette a vezetést a hazai együttes. Ezt követően szorossá vált a találkozó, fejfej mellett haladtak a felek. A záró negyed órára 2 gólos újvárosi vezetéssel érkeztek a csapatok. Az izgalmas hajrá után a rendes játékidő 22-22-es döntetlennel ért véget, így következhettek a 7 méteresek, ahol 5 kör után mindkét csapat 2-2 büntetőt hibázott, majd a hazaiaktól Takás Dusmáta, valamint Triscsuk Krisztina is rontott, így az Érd végül megszerezte a bronzérmet. Itt ezen a meccsen visszahozni, mikor az ellenfél vezetett, az hihetetlen nehéz volt. És nagyon készültünk erre, hogy nehéz lesz. És azt gondolom, hogy ezt ezt tudták a lányok, úgyhogy nem érte őket meglepetésként. És hát ez egy végigigazság, hogy az utolsó pillanatig kell küzdeni, és csak utána lehet sírni vagy örülni. Mátéfi Eszter a hazaiak vezető edzője kiemelte. A sok támadásbeli hiba okozta a vereséget, ugyanakkor büszke a csapatra, az egész évben nyújtott remek teljesítmény miatt. A történelem ismétlő magát, úgy látszik, hogy a tavalyi bronzmérkőzés megismétlődött. Én csak gratulálni tudok a csapatomnak. Azt gondolom, hogy felemelt fejjel jöhettünk le a pályáról. A lányok mindent megtettek, hogy ezt a mai mérkőzést megnyerjük. Sajnos a 7 méteres egy kicsit szerencsejáték is, megint nem velünk volt fortuna. Most egy kicsit talán én is csalódott vagyok, mert nekem ez már a harmadik bronz érmem úszott így el 7 méteresekkel. A női kézilabda bajnokság 2014-2015-ös kiírásában az Érd a harmadik, míg a Dunaújváros a negyedik helyen végzett. Pénteken erősen megnövekszik a felhőzet és délnyugat felől egyre több felé várható eső, zápor eső, néhol zivatar. A keleti szél megélénkül, 15 fok körül alakul a hőmérséklet. Főbb híreink következnek. Még egyszer, röviden. Eskütétel, letették esküjüket a bírósági ülnökök, akik előkészítő tanfolyam elvégzése után kezdhetik meg munkájukat. Hiteligénylés. Már csak május 15-éig igényelhetnek diákhitelt a főiskolai hallgatók a tavaszi szemeszterre. 7 méteres győzelem. 22-22-es döntetlent követően 7 méteresekkel legyőzte a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttesét az Érd. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.